Sziasztok, zumborászok, és üdv az új videóban. Ma valami hiányzik. Ma a futásról lesz szó, ti kértétek, úgyhogy itt a videó. A futás az egyik legkönnyebben elérhető sport, miközben a testépítéshez például kell egy edzőterem, golfozáshoz kell egy golfpálya, meg egy golfütő, focihoz kell legalább egy labda, így a futást az igazából bárhol, helyszín nélkül, eszköz nélkül, bármikor végezhetjük. Szóval mondhatjuk, hogy a futást az igazából bárki tudja megcsinálni, de kérdés az, hogy ez egyáltalán jó-e a szervezetünknek. Mik a futás előnyei, hátrányai, kinek ajánlott a futás, és mire érdemes figyelni? Mindezt a mai videóban. Kezdjük ott, hogy a futással van egy hatalmas probléma, és az az, hogy általában az emberek azt gondolják, hogy mindent tudnak, vagy hogy nincs is mit tudni a futásról, csak csinálni kell. Szóval sokan azt hiszik, hogy kimész, futsz, ennyi. De a futás ennél sokkal több. Egyes pont. A futás nem mindenkinek jó. Ha nem éppen azokhoz a ritka lényekhez tartozol, akik imádják a futást, akkor valószínűleg azért szeretnél futni, hogy fogy. De főleg túlsúlyos embereknek pont a futás nem ajánlatos. Szóval kinek nem ajánlott, az a túlsúlyos emberek. Túlsúlyos embereknek azért nem ajánlott futni, mert visznek magukkal viszonylag sok fölösleges halott tömeget. Ezt most úgy értem, hogy a zsír, amit visznek magukkal, az a zsír az nem segít a futásban, inkább hátráltat, és pluszban megterheli az izületeket. Itt főleg a csípőről, a térdről és a bokáról van szó. És hogyha ezeket a túlsúlyodnak köszönhetően túlterheled, akkor hosszú távon elkezdenek fájni, és rosszabb esetben már nem is tudsz mit tenni ez ellen. Úgyhogy mielőtt nekiállnál túlsúllyal elkezdeni futni, hogy lefogy, inkább kicsit vegyél vissza a motivációdból, és kezd sétákkal. Először is valahogy más módszerekkel próbáld levenni magadról ezt a túlsúlyt, és akkor majd kezdhetsz futni. Most tisztában vagyok vele, hogy a túlsúlyos nem egyenlő túlsúlyos, és ezért beszéljük meg gyorsan, hogy ki a veszélyezett csoport. Fogd a magasságod centiméterben, vonj le belőle 85-öt, és akkor kapsz egy számot, az nekünk most az X. És hogyha X nagyobb, mint a jelenlegi testsúlyod. Gyorsan felírtam egy példát, ő 180 cm magas és 90 kg, tehát 180 cm minusz 85 az 95, ez lenne az X, és ebben az esetben most az X a testsúly fölött van. Hogyha az X, szóval amit itt kiszámolsz, a saját testsúlyod fölött van, akkor ez azt jelenti, hogy nyugodtan mehetsz futni. Viszont amint a súlyod magasabb, mint amit kiszámoltál X, onnantól veszélyezett kategóriában vagy, és akkor nem ajánlatos futni, hanem mondjuk valami alacsonyabb szintű mozgással kezdeni, mint például gyalogolni. Itt a kivétel az, hogyha professzionális testépítő vagy, és már annyi izomtömeg van rajtad, hogy itt egyértelműen nagyobb lesz a testsúlyod, mint az X, de abban az esetben benézel a tükörbe, és tudod, hogy te nem vagy túlsúlyos. Szóval ezt a formulát inkább azoknak ajánlod használni, akik a tükörbe néznek, és tudják egyértelműen, hogy túlsúlyosak. Nekik érdemes tudni, hogy ajánlott-e futni, vagy sem. Szóval, hogyha ezt kiszámoltad, és a testsúlyod X fölött van, akkor az azt jelenti, hogy a veszélyezett kategóriában vagy. Nem ajánlott futni, hanem mondjuk inkább gyalogolni, de itt sem mindegy, hogy milyen sebességgel, ami számít valóban, az a pulzusod. És ezzel itt is tartunk a második pontnál, amit érdemes figyelni. Figyeld a pulzusod. Itt van egy nagyon egyszerű szabály. Veszed a 220-at, mínusz a jelenlegi korod, az egyenlő az MP, az a maximális pulzus. Tegyük fel, hogy a példaszemélyünk itt 30 éves, akkor neki 220 mínusz 30 egyenlő 190 a maximális pulzusa. És most, ha mész futni, vagy ha túlsúlyos vagy, inkább gyalogolni, akkor egy dolgot érdemes figyelni, és az az, hogy a maximális pulzusból minimum 50%-ig kell mennünk. Bár ajánlatos kicsit e fölé is menni, tehát amit ajánlok, 60% és 80% közé menni. És amit itt sokan elrontanak, az az, hogy a 80% fölé mennek. A példa személyünknél ez azt jelenti, hogy fogjuk a 190 szor 0,6, mivel 60%, az azt jelenti, hogy 114,
és 152, azaz 190 x 0,8, az a 80%. Ez a kettő között 114 és 152 között kellene neki futni vagy gyalogolni, hogy egyrészt zsírt tudjon égetni, és másrészt effektíven megedzeni a szívizmát, vagy más szavakkal, hogy az egész még egészségesnek is számítson. Miért mondtam az 50, illetve inkább a 60% minimumot? Azért, mert minden, ami az alatt van, az egyszerűen nem számít sportnak, ez túl alacsony, és itt nem kapna a testünk akkora tehert, hogy tudjon mihez igazodni. Szóval az edzés, legyen az kardió, vagy testépítés, bármi, edzés mindig arról szól, hogy adunk valami stimulációt a testünknek, ami annyira intenzív, hogy a testünknek igazodnia kell hozzá, és hogy kicsit jobb, és kicsit jobb, és kicsit jobb legyen. Hogyha ezek az edzések nem elég intenzívek, akkor a testünk nem is fog rá reagálni, és nem érünk el semmit, pocsikoljuk az időnket. Viszont aztán még itt van az a max határ, hogy 80%, e fölé nem ajánlott menni, mert innentől már akkora nagy stresszt okozunk a testünkre, hogy az egész inkább kontraproduktív, és szintén nem fogunk tudni fejlődni. Tehát ajánlatos 60 és 80% között edzeni, és itt most mindenféle kardió edzésről van szó. Ide írom, hogy a maximális pulzust, hogyha kiszámoltad, szor 0,6, illetve szor 0,8, és akkor megvan a minimum és a maximum pulzusod. Egyértelműen ez egészséges emberekre vonatkozik, hogyha vannak valamilyen szív problémáid, akkor előbb beszéld meg az orvosoddal. De egyébként még egyszer röviden, ez az a szakasz, amiben a legeffektívebben tudunk zsírt égetni és a szívizmunkat megedzeni. És itt most még egyszer fel szeretném hozni a túlsúlyos példánkat, aki fölösleges súlyt visz magával. Ez olyan, mintha tegyük fel, hogy már kockahasad van, lefogytál, tökéletes testalakod van, és magadra csatolsz mondjuk egy hátizsákot megtöltve 50 kilóval, és most ezzel próbálsz meg futni. Ez a súlyokkal megtöltött hátizsák nem éppen fog neked segíteni a futásban, sőt sokkal hamarabb fellövi a pulzusod, és sokkal hamarabb kerülsz a 80% fölé. És ezért is ajánlott például túlsúlyos embereknek, nem csak azért, hogy védjék az ízületüket, hanem azért is, mert hogyha ők mennének futni, valószínű, hogy túl magasra lövik a pulzusukat, ami egyrészt kontraproduktív, másrészt még egészségtelen is. Túl lenne terhelve a szívizom. Szóval, hogyha egy túlsúlyos ember megy gyalogolni, az körülbelül ugyanaz, mint hogyha egy nem túlsúlyos ember megy futni. Ezt nézzük úgy, hogy mondjuk itt van az S, mint súly, és a T, mint tempó, azaz sebesség, akkor egy súlyos ember alacsony tempóval úgymond ugyanakkora tehert ér el a testében, mint egy normál súlyú ember nagyobb tempóval. Tehát ez a tér, ami itt most lilán be van festve, ugyanakkora, ugyanaz a teher a testünkre. És minél jobban lefolytsz, annál nagyobb tempóval is lehet majd menni. Remélem, hogy ez így érthető. Akkor a mai kérdés még kért előnyöket és hátrányokat. Futás, előnyök és hátrányok. Véleményem szerint egy hatalmas előny, főleg most így Covid alatt, hogy szinte minden zárva van, nagyon jó, hogy a futás ennyire könnyen elérhető. És a másik egyértelmű előny az, hogy nagyon effektív tud lenni, ha jól használja az ember, illetve ha jól végezve. Szóval, ha eddig nézted a videót, akkor most már tudod, mire érdemes figyelni, akkor nagyon effektív lehet neked a futás. Viszont ugyanúgy vannak hátrányok is, így például könnyen negatív hatással van, ha rosszul végezve. És aztán még idehoznám az első előnyünket, hogy talán túl könnyen elérhető, mert tudás nélkül is bárki végezheti. Ezt egy hatalmas problémának látom, mert tényleg komoly sérüléseket lehet elérni, amiket hosszú távon már jóvá sem lehet korrigálni. Rosszabb esetben 20 évvel később majd műteni kell például a térdet, és megismertem sok-sok embert, aki így járt, és azt mondta, hogy műtét után sosem volt már ugyanolyan, mint régen. Úgyhogy összefoglalóként azt merem mondani, hogy a futásnak az előnyei igazából nagyobb jelentést kell, hogy kapjanak, mert igenis jó dolog tud lenni, sokat tudunk vele elérni,
de fontos tudni, hogy mire érdemes figyelni. Úgyhogy kérlek, ha úgy gondolod, hogy ezt a videót valaki ismerősödnek érdemes látni, akkor most küldd el neki, oszd meg vele. És akkor mára ennyit a futásról, megint írjatok kérdéseket a kommentekbe, a leglájkoltabb lesz holnap megválaszolva. Találkozunk ott, köszi, hogy itt voltál. Na csáá!